A műsor támogatói a Nintendolgok és a Nintenblog. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Game Boys legújabb adása. Én Szabolcs vagyok. Én pedig Krisi. És most arról fogunk beszélni, hogy elég sok mindenki szerint a japán stílusú RPG-k az elmúlt években mondjuk úgy, hogy kimentek a divatból, vagy legalábbis csökkent a színvonaluk, meg egyáltalán eljárt felettük az idő, mondjuk úgy. Itt a körökre bontott RPG-kre gondolsz konkrétan, ugye? Hát ugye általánosságban az ilyen japán per japán stílusú RPG-kre, szóval függetlenül, hogy körökre bontottak-e vagy sem. Uh-huh. És hogy elég sokan azt mondták, hogy mondjuk a nyugati RPG-k, mint mondjuk a Skyrim, vagy a Witcher, vagy a Dragon Age egyre inkább kiszólítják ezeket. Uh-huh. És hogy ez vajon mitől lehet, vagy hogy mennyire látjuk valószínűnek, hogy a japán RPG-k újra mainstream-ebbek lesznek, és hogy ez egyet jelente azzal, hogy mondjuk rosszabbak-e a mai RPG-k, mint a régiek? Hát szerintem végülis, hogyha azt nézzük, akkor tényleg azért sok RPG elsősorban körökre bontottak, így játékmenetben elég így a múltban vannak úgymond, tehát tényleg ez a körökre bontott játékmenet például nem sokat fejlődött szerintem az 8-bites korszak óta, és ezért szerintem sok mai játékosnak, főleg a fiatalabb korosztálynak sokkal vonzóbb lehet az ilyen újszerű, ugye, mit tudom, Skyrim-szerű játékmenet, mint mondjuk a körökre bontott. Igen, egyébként ebben lehet valami, de ez szerintem kicsit hasonló eset, mint hogy mondjuk a 2D platformer is olyan, hogy mondjuk alapmechanikákban nem túl sokat fejlődtek mondjuk a 80-as évek óta, viszont mégis a reneszánszokat élik ma. Igen, hát de jó, mondjuk azért volt egy kor, amikor ők sem, vagy azok sem voltak túlságosan népszerűek, meg nem csináltak túl sokat belőlük. Jaj, ez egyébként igaz, szóval akármilyen az is lehet, hogy úgymond újra lesz egy olyan korszak, amikor a RPG-k lényegében így újra az élre törnek, mondjuk az eladások tekintetében, vagy lesz akkor a hype-ja valamelyiknek, vagy nem tudom. Igen, de mondjuk szerintem annyira azért most nincsenek kiszorítva, tehát vannak elég népszerű játékok manapság is, amik ilyen RPG-nek számítanak, és tényleg nagyon sokan szeretik. Például ugye mitől a Pokémon sorozat, ugye egyértelműen még ma is nagyon népszerű, akkor ott van például a 3DS-re a Bravely Default, vagy mondjuk ott van a Xenoblade Chronicles, ami nagyon népszerű, esetleg a szintén 3DS-re a Fantasy Life, ami tavaly jött ki, és nagyon sokan szeretik. Tehát igazából nem tudom, hogy mennyire igaz ez a feltevés, hogy annyira népszerűtlenek lettek volna. Hát, nem tudom, legalábbis elég sok mindenkitől hallottam ezt a különböző fórumokon, meg ilyen mindenféle cikkek, meg videók szerint. Mondjuk valószínűleg az is benne van, hogy ami a korábban az első számú, mondjuk az, hogy RPG franchise volt, a Final Fantasy, ami az arca volt ennek a műfajnak, az mondjuk az elmúlt években mondjuk az, hogy nincs a toppon. Tehát most függetlenül attól, hogy a 12 és a 13, meg a spin-offjaikinek mennyire jönnek be, azért messze nem örvendelnek akkor a népszerűséget, mint az előzőek. És igen, meg mondjuk manapság szerintem azért is jön ki sokkal kevesebb RPG, úgymond, mert azért régebben szerintem sokkal olcsóbb volt megcsinálni egy, mint tudom, egy Dragon Quest-et, vagy egy régi Final Fantasy-t, főleg, hogy mennyire hasonlítottak egymásra, mint mondjuk manapság. Mondjuk ugye főleg a Final Fantasy-nél, ami körülbelül folyamatosan újra, tehát kitalálja megint, hogy mi akar lenni, tehát nem az előző játékmenetét folytatja, hanem mindig egy teljesen új játék, úgymond mindegyik rész. Így van. És így gondolom, ez is ugye nagyon megnöveli a fejlesztési időt, meg másrészt ugye nagyon, ugye most már a grafikára is mennek, meg hogy nagyon hatalmas világ legyen, meg ilyesmi, és nyilván emiatt is ugye tovább tart fejleszteni egy-egy játékot, így nyilván ritkábban is jönnek ki. Ez egyébként nyilván, hogy így van, szóval nem is véletlen, hogy milyen jó példákat hoztál fel, azok is szinte kizárólag handheld játékok, és mondjuk a Pokémon tényleg egy ilyen kivétel, ami folyamatosan megőrizi a népszerűségét, és mondjuk a Mario RPG-k is hasonlóan vannak. Viszont, hát igen, mondjuk a Final Fantasy széria, meg úgy igazából a Square Enixnek alapjáraton a, mondjuk azt, hogy a felhozatala, a Bravely Defaultot leszámítva eléggé, tehát mondjuk mind színvonalban, mind mennyiségben messze alulmúlt azt, amit mondjuk a 90-es évek második felében, vagy 2000-es évek elején csináltak. Uh-huh. Hát nem tudom, igazából tényleg csak ezt tudom mondani, hogy talán ezért lehetnek kevésbé népszerűek, mert főleg a fiatalabb korosztály talán túlságosan elavultnak találja ezt a körökre bontott, kevésbé akciódús játékmenetet, mint tehát amit konkrétan a RPG-k kínálnak, mondjuk a Skyrim-mel, meg a hasonlókkal szemben. Uh-huh. Egyébként lehet, mondjuk elég sokan azt is felszokták hozni, hogy túlságosan egyforma nagyon sok RPG-nek a története, tehát hogy majdnem mindegyikben az van, hogy
mondjuk ki vagytok a kiválasztottak, és össze kell szedni ennyi ilyen meg olyan kristályt, meg egy-egy megdafinokat, és legyőzni a gonoszt, és megmenteni a világot, és ilyen nagyon hasonló fantasy klisékkel vannak teli. Hát ez mondjuk igaz, bár hát nem tudom, szerintem azért így a részletek tulajdonképpen, amik igazán számítanak, azok elég mások szoktak lenni így minden játéknál. Tehát most, hogyha azt nézzük, akkor ugye van tényleg egy ilyen teória is, hogy összesen 7 történet van az egész világon, és ugye azokat mondjuk el újra és újra, csak más részletekkel. De tehát ez is kicsit nekem hasonlóan tűnik. Oké, hogy mondjuk ez, hogy van egy, mit tudom én, egy hős vagy egy hős csapat, és mondjuk legyőz egy nagy gonosz, úgy, hogy összegyűjt dolgokat. Ez mondjuk egy gyakoribb történet, mint mondjuk az, hogy csak mit tudom én, elutaznak valahova, aztán nem kapnak semmit, csak a tapasztalatot. De tehát szerintem tényleg konkrétan a karakterek, amik nagyon érdekesek tudnak lenni, és különbözőek, meg különböző helyszínek, ezek azért elég sokat számítanak, és ezek szerintem nem olyan gyakran szoktak hasonlóak, hogy jön önök. Egyébként, de éppen ezt szoktak felhozni, hogy a karakterdizájnnak is nagyon hasonlóak, szóval ilyen hát most ez tipikus animés tüskéshajú kardos csávó, meg az ilyen tipikus cuki kislány, vagy az, mondjuk a tipikus ilyen kemény csaj, aki ott van a harmadik karakterként, meg az ilyen idősebb, úgymond titokzatos karakter, aki keveset beszél, és közben kiderül, hogy igazából ő a főhős apja, meg hasonlók. Hát jó, de nem tudom, azért szerintem ugye a dizájnokba legkevésbé kéne belekötni, mert szerintem azért nyilván egy rajzstíluson belül nem lehet végtelen nagyon különböző karaktert megalkotni, tehát most nem azt mondom, hogy minden egyes játéknak azonos rajzstílusa, de mondjuk egy sorozaton belül azért szerintem nem ritka, hogy több résznek vagy több játéknak is ugyanaz, és nem tudom, most azt mondani, hogy tipikus cuki kislány, hát az is egy csomóféle lehet igazából, meg most nem hiszem, hogy nagyon csinálnának olyan játékot, amiben konkrétan nincsen szépnek számító lány, vagy nem tudom én, erősebbnek számító férfi, vagy ilyesmi, tehát nyilván ezek igazi, nem tudom, emberek, vagy igazi karakterek, tehát szerintem érdekes lenne egy olyan játék, ahol csak olyan karakterek vannak, amit még sehol nem láttál, hogy mit tudom én, egy kisbaba, aki igazából nem tudom, a főgonosz, meg mit tudom, olyan öreg ember, aki igazából egy szép kislány áruhában, vagy ilyesmi, tehát ez így, nem tudom, hogy csak ilyen karakterek lennek egy játékban, lehet, hogy érdekes lenne, de nem hiszem, hogy ezt túl sokszor el lehetne játszani. Hát elképzelhető, viszont ennek ellenére elég sok mindenki szerint úgymond túl unalmas, meg kiszámítható mondjuk a legtöbb ilyen mondjuk anime stílusú japán RPG. Tehát persze mondjuk a Pokémon az kivétel, meg nyilván vannak kivételek. Tehát pont, hogy szerintem a Pokémon elég kiszámítható, tehát hogyha valami, akkor az. A Pokémon ebből a szempontból kiszámítható, abból a szempontból kivétel, hogy az egy kicsit más jellegű világa van, mint mondjuk a... Ja, mondjuk igen. Mondjuk egy Golden Sun-nek, vagy Tales of-nek, vagy Final Fantasy-nek, vagy Dragon Quest-nek. Hát jó, de mondjuk az kicsit más is, hogy úgymond... Tehát az konkrétan nem arról szól, hogy menj, de jó, az is benne van, hogy menj végig és nem tudom, győzd le a főgonoszt, meg ilyesmi, de ugye nyilván a gyűjtögetés, meg ilyesmi is a része, és nyilván ezért a többi ilyen, úgymond gyerekeknek, inkább gyerekeknek irányított, meg nem feltétlenül csak a végigvívésen alapuló játékoknak szerintem azért elég más többnyire a története, meg ilyesmi, tehát a Yokai Watch is ilyesmi, mint például a Pokémon, vagy főleg régebben voltak ilyen különböző kártyás, meg gyűjtögetős RPG-k, amik szintén ilyen elég mások voltak, mint az ilyen átlagos fantasy játékok. Hogy mondjuk ott van például az Earthbound, ami egy jó példa szerintem, ami ugye az ilyen normál világban játszódik, úgymond, tehát a jelenben, és az se ilyen fantasy klisékkel van tele, úgymond. Igen, mondjuk az is jó régen volt már. Jó, hát igen. Ja, egyébként szerintem egy kicsit az hozhat valamennyi vérfrissítés ebben, hogy újabban, mint hogy elkezdtek volna nyugaton is egyre több japán stílusú RPG-t csinálni. Tehát mondjuk tavaly jött ki a Child of Light is, meg a South Park The Stick of Truth, ami ilyen körökre osztott harcrendszerrel viszont, de ilyen teljesen mondjuk azt, hogy japán RPG-től ismeretlen art style-al, tehát a South Parknak az ilyen mondjuk azt, hogy gagyi papírból kivágott stílusával, a Child of Light pedig egy ilyen... Egy mesekönyvszerű, nem? Vagy... Igen. Hát igen. És nyilván ez igazadok a karakterdizájnok is, meg azt mondjuk, hogy milyen történetet mesélnek el, tehát szerintem egyébként elképzelhető, hogy akár ebből az irányból, akár úgymond más újítással, akár ez a műfaj még népszerűbb lehet a közeljövőben. Hát én igazából csak remélem, hogy népszerűbb lesz, mert hát én szeretem ezt a stílust, igaz, hogy nem nagyon játszottam olyan sok újabb JRPG-vel, de én örülnék neki, hogyha úgymond
jönne még egy, nem tudom, nagy népszerűségi hullám, vagy ilyesmi. Hát ez biztos, és ez már csak azért is lenne fontos, mert hogyha nem elég népszerűk ezek a játékok, akkor egyre valószínűbb, hogy nem fordítják le őket angolra. Igen. Mint például a Final Fantasy Type Zero is az első olyan FF rész volt, aminek az angol verziójára valami 4 évet kellett várni. És mondjuk ez mondjuk nem japán RPG, de például a Phoenix Wright spin-offja, Miles Edgeworth 2 sem jött ki angolul, és elképzelhető, hogy a következő spin-offja sem fog kijönni angolul. Igen, most mondták is egyébként, hogy elvileg nincsen terv arra, hogy ki fog jönni. Igen, és igazából ez elég szomorú, és remélem, hogy ezt valamennyire el tudjuk kerülni. Tehát például, amikor volt ez az Operation Rainfall, igen, amikor arról volt szó, hogy volt 3 japán RPG víre, és nagyon úgy nézett ki sokáig, hogy ezek nem fognak kijönni Amerikában. És csináltak erre ilyen külön petíciót, meg aztán nagyon sokáig tartott, mire a Nintendo elhatározta, hogy akkor mégiscsak kiadja őket. Igen. Mondjuk ezek között ugye ott volt például a Xenoblade Chronicles, ami azt hiszem viszonylag hamar kijött Európában angolul tulajdonképpen. Tehát igazából nekem ezen az volt a furcsa, hogy nem adták ki Amerikában gyakorlatilag ugyanúgy, mert igazából nem nagyon kellett volna mit dolgozni rajta. Abszolút nem egyébként, de a Nintendo akkor úgy ítelte meg, hogy ezek annyira nem érdekelnek senkit, hogy már az se éri meg, hogy egyáltalán csak a lemezt nyomtassák és vigyék el a boltokba, úgyhogy... Hát igen, és nézzük meg, hogy ennek ellenére mennyire népszerű játéknak. Mondjuk a másik kettő, a Pandora's Tower meg a Last Story azért kevésbé, de azért annak is vannak rajongói. Ja. Úgyhogy igazából hajrá JRPG-k! Igen, játszatok minél több JRPG-vel, és mondjátok el a véleményeteket, hogy esetleg nektek melyik a kedvencetek, vagy hogy ti mennyire értetek egyet azzal, hogy manapság kevésbé népszerűek. Jó, sziasztok! Jó, köszönjük, sziasztok!